Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megalakult az új szekszárdi közgyűlés, alpolgármestereket is választottak. 17. nemzeti vágta, magabiztos győzelmet aratott a Decsi lovas és Galaxi nevű ló. Alakuló ülés Tolnán, ügyek mentén együttműködnek a frakciók. Jótékonysági futás, dombóvári óvodások álltak rajthoz. Megtartotta alakuló ülését a szekszárdi önkormányzat közgyűlése. Az eskütételeket követően megválasztották a város alpolgármestereit is. A 2024-2029-es önkormányzati ciklus szekszárdi közgyűlésébe 11 képviselőt delegál a Fidesz-KDNP, 3-at az EN Szekszárd és 1-et a Mi Hazánk Mozgalom. Hivatalosan is megkezdte munkáját az új önkormányzati ciklus szekszárdi közgyűlése. A képviselők elfogadták a város szervezeti és működési szabályzatát, továbbá 6 hónapban állapították meg azt az időt, amíg a vármegye székhelynek konkrét gazdasági programmal kell előállnia, az ezzel kapcsolatos egyeztetések már folyamatban vannak. Ezt követően alpolgármestert választottak, egyből 2-t is. Szekszárd főállású alpolgármestere Máté Péter, társadalmi megbízatású alpolgármestere Fusz György lesz. Gratulálok és jó munkát kívánok a ciklusra. Tudjuk, ha körülnézünk városukban, hogy mennyi olyan feladat vár ránk, órákig sorolhatnánk az utak, járdák, a közterületek állapotát, a hiányzó, de remélhetőleg jövőre talán megvalósuló úszoda beruházást, az intézmények, a közösségeink megújulását és azt a fajta együttműködést, amelyben mi hiszünk. A polgármester szerint a következő néhány hónap elsősorban a tervezésről, a komoly problémák feltérképezéséről és egy racionális működés felállításáról fog szólni. Máté Péternek alpolgármesterként legfőképp város üzemeltetési feladatai lesznek. Úgy gondolom, hogy nem csak a nagy pénzzel járó dolgokat kell megcsinálni, mert nagy pénzünk sajnos még nincs, reméljük, hogy lesz, de egyelőre nincs, hanem a kisebb pénzzel járó odafigyeléssel, észszerűséggel, és ezt a dolgot fogom figyelni. Tudom, hogy hol kell javítani, miket kell megcsinálni. Most például itt van az őszi kátyúzás, nagyon sok helyen le kell vonni kigyűrölt aszfaltot, ez pillanatnyilag tűzoltás, de ezeket is meg kell csinálni. Azon kívül szeretnénk fákat ültetni azokra a helyekre, ahol a burkolatban megvan a helye, és régi tuskok voltak, azokra helyeket szeretnénk pótolni. Ez most beszerzése folyamatban van. Fusz György alpolgármesteri munkája számos területet fog érinteni. Én el tudom képzelni, hogy itt a város az olyan területeken is elinduljon, hogy a digitális város például, ami már mindenhol tulajdonképpen előtérbe kerülhet, olyan az ökováros rész, vagy ennek az egésznek a szemlélete, de itt az elektromos buszoktól kezdve nagyon sok minden van, tehát minden összefügg a mindennel, tehát a gazdasági terület ugyanúgy a kulturális területtel. Én úgy gondolom, hogy sokkal több program kellene Szekszárdnak, sokkal több olyan, ami vonza mondjuk a turisztikai attrakcióval, ami vonza az embereket. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot Szollár Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságot Koller Tamás, az Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságot Böröc Máté, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot pedig Réczi Félegyházi Gyöngyvér vezetik majd. Mindegyik bizottságban helyet kaptak ellenzéki politikusok is. Magabiztos győzelmet ünnepelhetett, Dacs nagyközséget képviselve Tóbiás Zsuzsa a 2024-es nemzeti vágtán Galaxi nyergében. Ezzel a Decsi ló harmadik alkalommal bizonyult a leggyorsabbnak, így kiérdemelte az örökös bajnoki címet is. 17. alkalommal rendezték meg a nemzeti vágtát. A szilvás-váradi megmérettetésen Galaxi történelmi sikert aratott, míg lovasa Tóbiás Zsuzsának első alkalommal szólt a himnusz a Kárpát-medencei lóversenyen. A 22 éves lovas elmondta, hogy egész életében erre az eseményre készült. Június óta vagyok most Molnár Gyöngyinél, hiszen előtte Olaszországban voltam, így is beszéltük meg Molnár Gyöngyivel. Sok kondíció munka elsősorban, hiszen a középdöntő és a döntő 5,5 kör volt, szóval oda nagyon sok tüdőmunka kellett a lovaknak. Heti 5-6 napot edzettünk. A 9 éves magyar félvér Galaxi örökös bajnoki státuszba lépett a nemzeti vágtán, hiszen sorozatban harmadjára győzött.
Molnár Gyöngyi tréner elmesélte nekünk, Galaxy miért is Decset képviselte a verseny során. Pap Gyula, aki a ló tulajdonosa, ő egy helyi vállalkozó, egy decsi vállalkozó, és ő már nagyon-nagyon régóta imádja ezt a versenyt, a Nemzeti Vágtát, és azon keresztül keveredtünk mi így ismertségbe, vagy lettünk nagyon jó barátok, mert most már mondhatom, hogy inkább barátok vagyunk, mint munkatársak, vagy tehát nem hivatalos igazából a viszonyunk, egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember. És nagyon régóta szerette volna, hogy Decs ott álljon a dobogó legfelső fokán. A jelenleg hatályban lévő szabályok alapján Galaxy, az örökös bajnoki címmel rendelkező ló nem vehet részt a továbbiakban nemzeti lovas versenyen. Szilvásváradon is hiába volt kisebb kerületű a pálya, ez sem okozott neki problémát, mert tényleg akkora klasszis, fantasztikus lóról beszélünk, fantasztikus tehetség. És hát így a legnagyobb boldogság is, hogy ő emiatt örökös bajnok lett, az mellett a legnagyobb szomorúságunk is, mivel nem tudjuk, hogy mi legyen a ló további jövője, ugyanis az örökös bajnoki címmel a jövő lehetőségét is valamilyen szinten elvettük tőle. A mindent eldöntő végső vágta mezőnye történelminek mondható, hiszen korábban még sosem fordult elő, hogy csak női résztvevői voltak. Lovaskocsinak ütközött egy személyautó csütörtök reggel a Parhanton. A műszaki mentéshez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépjárművet. A baleset következtében a lovaskocsi az oldalára borult, annak rakománya az úttestre és a gépkocsira szóródott. A lovakat gazdája a tűzoltó egysége kiérkezése előtt elvezette a helyszínről. Kiskorú veszélyeztetésének büntetében tárgyalták ismét a szekszárdi járásbíróságon azt a sokak számára ismert ügyet, melyben egy akkor még 5 éves kisfiú szökött meg családi udvarukról tavaly Tolnán. A vádirat szerint a vádlott édesapa nem vette észre, hogy a gyermek a kertkapun átkisétált. A kiskorú sértettet végül egynapos keresés után találták meg a lakóházuktól 3 kilométerre fekvő mezőgazdasági földterületen. A mostani tárgyalás eredményeképpen az ügy folytatásában a következő tárgyaláson egy utcai biztonsági kamera által rögzített felvételt játszanak le, és gyermekpszichológus szakértőt rendelnek ki, döntés tehát még nem született. Végső nyugalomra helyezték Tolnán a 93. évében elhunyt legendás asztali tenisz szakedzőt, Sáth Sándort. A szakember Tolnán világszínvonalú pingpongbázist hozott létre, ahol a 70-es-80-as években olyan 10 éves, saját nevelésű lányokból álló pingpong csapat szerepelt, amely éveken keresztül kiemelkedően teljesített Európában, és 5-ször is BEC ezüstérmet szerzett. Megalakult az új önkormányzati képviselőtestület Tolnán is. A testületbe 7 képviselő jutott be a Fidesz-KDNP és 5 a Tolna Városért Egyesület színeiben. A felek most is megerősítették, nem a pártpolitikai csatározás lesz a céljuk, hanem az, hogy a tolnai és mözsi emberekért dolgozzanak. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Alakuló ülés Tolnán. A képviselőket tekintve az előző önkormányzati ciklushoz képest egyértelműen a legjelentősebb változás, hogy Appelszoffer Ágnes polgármesteri helyét 10 év után Balogh Zoltán veszi át. A politikus a Tolna Városért Egyesület jelöltjeként kapott mandátumot a június 9-i választásokon. A városvezetőnek azonban nincs többsége, hiszen a képviselői mandátumok eloszlását tekintve megmaradt a kormánypárti többség. Mi mindig azt tartottuk, hogy a pártpolitizálástól távol tartjuk magunkat, az országos nagy politikával nem foglalkozunk. Tolna város fejlődése érdekében én úgy gondolom, hogy a két frakció tud együtt dolgozni, és nem lesz ezzel probléma. A két frakció között folyamatos az egyeztetés. Berta Zoltán úgy fogalmazott, szeretnék, ha a jövőben minél gazdagabb, minél jobban élhetőbb város tudnának fejleszteni. Szeretnénk ezt a töretlen fejlődést folytatni tovább. Természetesen a polgármester urat mindenben fogjuk támogatni, hogy ezek az elképzelések zökkenőmentesen megvalósuljanak településünk és az itt élők érdekében. Az alpolgármester választásáról szóló napirendi pontot a polgármester javaslatára a testület visszavonta, így erről egy későbbi időpontban döntenek majd a képviselők. Figyelemfelhívó piktogramokat helyeztek el Kakasdon. A rendőrség kezdeményezésében felfestett jelzések arra hívják fel a figyelmet, hogy az úttesten áthaladók ne hallgassanak zenét és ne használják mobiljaikat. Ilyen piktogramokat a közelmúltban már több Tolna vármegyei településen felfestettek az ebrákhoz, például Dombóváron és Tamásiban is.
Kiütéses 111-34-es győzelmet aratott a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata a Eurocup Women Európai Kupa sorozat első játéknapján. A szekszárdiak Görögországban Szalonikiben győzedelmeskedtek az Iraklis stíl vendégeként. Magyar Bianca, a klub vezetőedzője úgy nyilatkozott: támadásban jó volt a ritmusuk, minden úgy alakult, ahogyan eltervezték. Boldog, hogy győztek, és annak is örül, hogy minden pályára lépett játékosuk pontot szerzett. Fuss az óvodákért címmel tartották meg a már hagyománynak számító jótékonysági rendezvényt. A dombóvári százszor szép óvoda szervezésében a helyi gyerekek és szüleik álltak rajthoz. Az óvodai futást 10 éve indították el, melynek célja, hogy egészségtudatosságra neveljék a gyerekeket. Tájékoztatott Tajfelné Glaub Ágnes, főigazgató helyettes. Azt tapasztaltuk, hogy kevesebbet mozognak, hogyan is, mint tudnánk bevonni őket is, illetve a szüleiket is. Éppen egy kis szemléletformálás gyanánt indítottuk ezt annak idején útjára, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó visszhangja lett, hiszen már a 10. évét ünnepeljük, és mindig nagy számmal vagyunk. A város több intézményét, szervezetét jellemzően meg szoktuk mozgatni, az iskolából szoktak támogatók jönni, akik szintén futnak, a sportegyesület, a futóegyesület, ők is részt szoktak venni. A szülők minden évben támogatják az intézményt. Hiszen ez egy jótékonysági futórendezvény, vagy jelenlétükkel, vagy támogatói jegyet vásárolnak, vagy mind a kettővel. Azt nem mondom, hogy 100%-osan, de nagyon magas a részvételi arány. Ugye mindig vannak olyanok, akiknek el kell menniük, vagy nem érnek rá, de mindig megkapjuk tőlük a valamiféle támogatást. Úgyhogy a szülők tényleg egy nagyon-nagyon erős bázisunk a mindenféle támogatás tekintetében. Az óvoda udvarán gyülekeztek a résztvevők, a gyerekek izgatottan futkározva, várva a program kezdetét. Ide jár a kislány, és akkor ugye föl lehet ajánlani pár forintot, és akkor így emiatt. A felajánlott összeget eszközbeszerzésre, új játékok megvételére fordítják majd. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Több milliós hasznot hoztak a hamis szoftverek, vádat emeltek a pécsi autószerelő ellen. Vége a szüretnek, édes és kiváló savtartalmú az idei szőlőtermés a dél-balatoni borvidéken. 20 éves a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány, az Orvosi Egyetem aulájában ünnepeltek. Jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett szerzői jogok megsértésének büntette miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy pécsi férfi ellen, aki autószerelő műhelyében illegális szoftvereket használt. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele elérheti az 5 év szabadságvesztést is. Az ügyészség azonban javaslatot tesz, ami sokkal enyhébb, ha a vádlott beismeri bűnösségét. Autószerelők mestervizsgáján készültek ezek a korábbi felvételek a pécsi Angster József szakképző tanműhelyében. Itt természetesen jogtiszta forrásból származó szoftvereket használnak a diagnosztikai berendezéseken. Nem úgy, mint az a nyugdíjas korú autószerelő, aki a saját szervizében hamis programokat telepített a gépeire. A pécsi járási ügyészség szerző jogok megsértésének büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfival szemben, aki a vállalkozásában illegális programokat, szoftvereket használt. A vádirati tényállás szerint a férfi egyéni vállalkozóként működtette autószerelő műhelyét, ahol a műhely számítógépeire illegális szoftvereket, illetőleg programokat telepített. A vállalkozó 2019-től kezdődően a meghibásodott autók hibáinak szűrése céljából több olyan szoftvert telepített a műhely számítógépére, melyhez nem volt jogosultsága, illetve a szoftver használati díjat sem fizette. A szoftverek többségét kizárólag az adott márkához tartozó márkaszerviz szerződéssel rendelkező partner kaphatta meg, így annak használatára a vádlott nem volt jogosult. 2023. októberében az adóhatóság munkatársai egy ellenőrzést folytattak le ebben a műhelyben, amelynek során megállapították, hogy illegális programok vannak feltelepítve. Összesen 5 jogtulajdonosnak okozott vagyoni hátrány, ezeknek az összege a 180 ezer forinttól a 38 millió forintig terjed, összesen közel 60 millió forint vagyoni hátrányt okozott a vádlott ezen illegális szoftverek, programok telepítésével, illetőleg használatával. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés.
előkészítő ülést is tartanak ebben az ügyben. Ennek lényege, hogy bizonyos feltételek mellett tárgyalás nélkül hozhat ítéletet a bíróság, az ügyészség által meghatározott büntetést kiszabva. A vádiratban az ügyészség, amennyiben a vádlott a bűnösségét elismeri, indítványt tett az előkészítő ülésre, mégpedig ebben az indítványban az szerepel, hogy felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a bíróság vele szemben. Mivel a nyomozás adatai szerint 60 millió forint vagyongyarapodást ért el a vádlott a hamis szoftverekkel, ezért vagyonelkobzásra is javaslatot tesznek. Ennek értéke mintegy 44 millió forint. Édes és kiváló savtartalmú az idei szőlőtermés a dél-balatoni borvidéken. A sok napsütés megtette hatását az ültetvényeken. Ezekben a napokban ér véget a legtöbb területen a késői érésű fajták begyűjtése. Tovább hagytuk fönn, és akkor ilyenkor, hogy olyan időjárás van, akkor megrepednek a bogyók. Az utolsó szüretek zajlanak Balaton lele határában. A bújdosó pincészet ezt a muskotájt nem az időjárás miatt szedi később, hanem mert így készíthető belőle a Tokajhoz hasonló édesbor. Tokaj hegy alján, és ez a legfinomabb muskotáj, ami a muszkátlünebből készül, és hát mi is ezt próbáljuk itt egy kisebb mennyiségbe, de jó minőségbe szüretelni. És azért legkésőbb, mert rajta hagyjuk egy hónappal tovább, mint amely már az eredetileg leszületeltünk. A többet szemek édes ízt és kiváló savakat rejtenek, de ez a jellemző a többi fehér szőlőre is, mondja Bújdosó Ferenc borász. A nagyon meleg március az már előrevetítette, hogy itt hamar fog a szőlő fakadni, gyorsan fog virágozni, és aztán hát ez be is igazolódott. Talán a virágzásnál volt egy kis olyan bizonytalanabb időjárás, ami elnyújtotta a virágzást rengeteg fajtánál. Ez azt jelentette, hogy a szüret időpontban heterogén fürtöket lehetett találni, tehát volt, ami már egészen érett volt, és voltak, amelyek a későbbi virágzás miatt nem voltak annyira érettek, ami egyébként még pozitív hatása is lett, mert hogy hát ugye a savak így megmaradtak, tehát viszonylag érett szőlőket jó savakkal tudtunk szüretelni. A többi fehér szőlő leszüretelését július 30-án befejezték. Kiváló évjárat a 2024-es, mondják a szakemberek. Emellett a Balaton déli részén fekvő ültetvényeken a mennyiségre sem lehet kifogás. Mi nem panaszkodhatunk, tulajdonképpen az a csapadék mennyiség, ami a vegetáció elején lehullott ide a Balaton régióba, azt gondolom, hogy persze talaj fajtától függően, de a mi területeink zömében jó víztartó területeken, jó kötött talajon vannak az ültetvényeink. Ezekben a napokban minden területen végeznek az utolsó fajták leszüretelésével, ilyenkor általában a piros fürtökkel dolgoznak az ültetvényeken. 20 éves jubileumát ünnepelte a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány. Az elmúlt két évtized emlékeit idézték fel az est során, ezzel segítve a gyógyíthatatlan betegeket és családjaikat. A megemlékezést követően verses, dalos műsorral ünnepeltek. A Baranyai Hospice Alapítvány 20 éves jubileumi programját a PTE EOK dr. Romhányi György aulájában rendezte meg. A bordalok, novellák és zenei műsorok mellett az alapítvány kurátora, aki családja révén ismerkedett meg a közösséggel, szintén megemlékezett az elmúlt évekről. Ebben a 20 évben nagyon sok mindent hoztunk létre. A narcisz sétákat a gyerekekkel, mikor ősszel elültetjük a narcisz hagymakát, és tavasszal pedig megcsodáljuk a gyönyörű virágokat, és nagyon fontosnak tartom, hogy itt a városban és a megyében minél többen megismerkedjenek a hospice szemlélettel. A hospice nem rossz dologról szól, az emlékezésekkel vagy a hagyományoktól eltérően ez a hospice az életről szól. Mi azért dolgozunk, hogy az életet méltósággal tudjuk megélni. Baranyában nem volt ismert az elsősorban daganatos betegek hospice ellátása, ezért hozták létre az alapítványt 2004-ben. Nagyon sok munkát fektettek bele ennek az ellátási formának a fejlesztésébe. Mindezt azért, ha valakinek szüksége van rá, részesülhessen a segítségben,
mondta dr. Csikós Ágnes, szakmai vezető. 20 év után úgy érzem, hogy ez egy ismert fogalom, és hogy tudják, hogy a hospice-ellátás milyen segítséget nyújt gyakorlatilag az ápolók, orvosok mellett, dietetikus, gyógytornász, szociális munkás áll rendelkezésre, hogy az otthonukban segítse a betegeket és a családokat, akik súlyos betegséggel élnek, és otthon szeretnének maradni, otthon szeretnének szakszerű és emberi ellátást kapni. Sikerült megvalósítani céljaikat. Jelenleg a szemléletformáláson dolgoznak, hogy fiatalok és idősek is megismerjék a lehetőségeket a súlyos állapotú betegek megsegítésére. Könyvbemutatóink voltak, filmbemutatóink voltak, sok olyan programot szerveztünk, például a Méltóság mezejét, ami egy szemléletformáló program, ahol a gyerekek, iskolások vettek részt Pécs, hát nagyon sok iskolájából, és örömmel jöttek akár óvodáskortól a gimnáziumban lévő diákokon keresztül, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen módon ők is ismerkednek a hospice szellemiségével, illetve azzal, hogy a betegeket hogy lehet segíteni, és hogy ebbe az időszakban nem elfordulni, hanem odafordulni kell a betegek és a családok felé, és hogy ezt tegyük egy kicsikét természetesebbé, hogy ez az időszak egy nagyon fontos időszak, és hogy lehet ezt olyan méltó módon megélni, segíteni, ami mind a családoknak, mind pedig a betegnek egy elfogadható időszak. Misete Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektora szerint is nagy szükség van az alapítvány munkájára. Az egészségügy ezen területén az intézmény támogatja a közös törekvéseket. Tudjuk azt jól, hogy a magyarországi szociális ellátórendszer azért hát hagy maga után kívánivalókat, és az öregedő társadalomban egyre többen vannak olyanok, akik krónikus megbetegedésekkel küzdenek, gyakran olyan betegségekkel, amelyekről tudjuk, hogy visszafordíthatatlanok, és a számukra adott gondoskodás, én úgy gondolom, az egyik legnagyobb értékmérője annak, hogy egy társadalom mennyire fejlett, mennyire képes gondoskodni ezekről az emberekről. És én nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy olyan kollégináink vannak, mint Csikós Ágnes doktornő. Én csak egyet emeljek ki a többek közül, és akik időt és fáradtságot nem kimélve hajtják végre ezt a rendkívül felemelő, ugyanakkor meg kell mondjam, hogy sok tekintetben igen-igen nehéz feladatok. A dalok, versek kísérte megható emlékezést, a Mindenki kórus dallamai zárták. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Megalakult az új szekszárdi közgyűlés, alpolgármestereket is választottak. 17. nemzeti vágta, magabiztos győzelmet aratott a Decsi lovas és Galaxi nevű ló. Alakuló ülés Tolnán, ügyek mentén együttműködnek a frakciók. Jótékonysági futás, dombóvári óvodások álltak rajthoz. Pénteken a szorványos esőket adó csapadékmező az ország felett tovább gyengül, elaprózódik. Kevés helyet érintően kialakulhatnak még futó záporok, szemerkélések. Átmeneti naposabb időszakokban is lehet bízni. Nyugaton élénk északi szél várható. Kismértékben már csökken a hőmérséklet. Éjszaka is hasonlóan változó, mérsékelt felhőzetre van kilátás. Jelentős eső nem érkezik. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!